Ezzel a képpel kezdődött. Relkata a fia kérésére állt neki ennek a képnek, amit keresztszemes hímzéssel gondolt elkészíteni. A sors úgy akarta, hogy a cérna elfogjon, így más módszerhez kellett nyúlni. A többit mesélje el az alkotó. Mindenki látta, hogy az nem textil darabokból van, hanem az hímzéssel, cérnával, tűvel öltögetve. Na most azt elkészítettem, és menet közben elfogyott a kékszínű fonal. És akkor leálltam, kész. De hát a készletés meg volt bennem, hogy ezt meg kellene csinálni, és akkor jött az ötlet, hogy textil darabokból, tehát nem fonal segítségével, hanem textil darabokból. És akkor ennek elkészítettem a testvérét, az első textilképemet, az éjszakát, ami hasonló nagyságú, de azt a csúnya bagyot lehagytam róla, és a saját elképzelésem szerint készítettem egy kis városkát, falucskát, tehát házak, templom, hegyek, mi egymás. A siker aztán további alkotások elkészítésére sarkalta, és kezdte a világot más szemmel nézni. Autodidakta módon tanulta a képkészítés fortélyeit, az alkotás folyamata tanította arra, mikor milyen anyagból lehet gazdagítani a képet. Úgy gondoltam, hogy saját magamat fejleszteni kell, mindig újabb, érthető, világosabb, elfogadhatóbb képeket készítettem, és feladatokat tűztem mindig magam elé. Most tessék, itt van a probléma, oldd meg, csinálj egy hegyet textíliával. Vagy csináld meg a vízesés textíliába, vagy csinálj a szöllőt textíliába. És akkor addig kísérleteztem, addig gyúrogattam, addig próbálkoztam, még kialakult. A gyakorlat az sok mindent megmutat, de hát attól függ, hogy most mit akarok készíteni, és akkor ahhoz a elképzelése megvan, tehát soha nem rajzolom elő. Van, akik megkérdezik, akkor mindent előre rajzolsz. Nem, ott van a fejemben, tudom, hogy körülbelül mit akarok csinálni, és ahhoz, amit ott elképzeltem, ahhoz keresem az anyagjaimat. Van, amikor három réteget teszek egymás tetejére, amikor azt a hatást érem el, hogy na, ezt így gondoltam, és akkor ez szerint készítem. Az inspirációt az adja, mondja Relkata, hogy valamit muszáj csinálni, kitalálni. Ha valami szépet meglátok, azt meg kell örökíteni. Pest környékén ott volt 19-ben 4 kiállításom, és azt mondták, hogy nem adják oda az anyagot, hát majd vége lesz a pandémiának, és akkor folytatjuk ezt a vándorkiállítást. Tehát ott van 45 anyagom, ennek ellenére ide is tudtam vinni 21-22-t, de ha kellene, akkor még egy kiállítást tudnék csinálni. Nincs kedvenc anyagom, mert minden anyag magáról beszél. Tehát azt mondtam, egy felmosorony, tehát egy durva, ronda, csúnya anyag is kellhet valahol, valamilyen képbe. Tervem van például egy romos házat megcsinálni, mert az is szól valamiről, az elmúlásról. Tehát annyi tervem van még, nagyon sokáig kellene még éljek, hogy én azokat mind, igaz, hogy menet közben mindig újabb meg újabb dolgot látok, hogy ezt meg kellene csinálni, ezt meg kellene örökíteni ronyból. Egyszer a húgommal voltunk, járunk turkálóba, és ott nagyon sok anyagot összeszedek, és megláttam egy nagyon szép kis blúzt. És akkor a húgom rám szólt, hogy te, ez nem a te stílusod, nem a te méreted, el van szakadva. Most mi a csodát akarsz? Hát mondom, nézd rá, ez maga a tavasz. És a Facebookon a minek mondják, indító kép, az ez a tavaszi kép. Tehát egy anyag mesél, beszél, mondja, hogy mi akar lenni ezen a képen. Relkata a képek mellett a versekben is közreadta gondolatait. Nemrég jelent meg 2 kötete, melyekben a költeményeket a textilképekből készült fotók színesítik.